Nyomjuk. Itt van a kedvenc hörbink. Kapacz 5 perc múltat nézd. Permát kaptál, mit szólsz hozzá. Remélem ez is megfelel. Na, most aki 3 éves kisgyerek, az jó, örülnék neki, hogyha nem pofázna. Ezt az egyet kérem, hogy maradjon csendbe. Csendes néző legyen, hátradől a kis székébe. Mozi van, jó? Mozi van, srácok? Ha nincs agyad, ne használd a billentyűzetet, dőlj hátra, élvezd a streamet. Mehetünk. Nyomjuk. Azt nézd. Manin van ráírva a pólójára. Valaki csinált neki egy maninos pólót, és elpostázta neki. Azt írta, ezt egy troll küldte Nyugi, és azt van odaírva, hogy villanyszámla by Fidesz még alatta. Velem alszik. Annyira hiányzott neki, hogy foglalkozzak vele, hogy csinált egy pólót. Vagy valaki csinált neki egy pólót. Annyira hiányzott neki az, hogy videót csinálják róla, hogy nézd meg már. Hát alig nézi valaki, hát senkit nem érdekel. Írtam és alá, jó lett. 2 csatornával is odaírtam, mert nem tudtam, hogy bannóba vagyok-e vagy nem. Ebben a videóban nem is beszélem, hogy csak uborkát eszik. 3 percen keresztül és 2 percen keresztül. Nagyon-nagyon tartalmas lesz. Életedben nem leszel olyan sikeres, mint a Herbie, te vágódeszka homlokú geci. Ezt sikernek látod? Shitposttól vágod? Ez a content. De ne vegyétek komolyan, mert el van túlozva. Rúg 1337 el van mondja, túlozva. Herbert régebben, nem tudom mikor, bezárta a kaput és a kulcsot felrakta a kapu tetejére, amikor ment haza a kulcs valószínűleg leesett a másik oldalra. Majd ezután be akarta rúgni a kaput. Erről videó is van. Figyelj, ne vegyétek komolyan. Az is csak a szórakoztatás kedvéért volt eltúlozva biztosan. Fúj, ember, összezabálja a csokit meg a izét. Uborkát. Hát nem csodálom, hogy egész nap a WC-n ül és fosik. Az szép, tesóm. Kis fingás. Már be is indult a fosó. Csak mondanom kellett. Süti? Süti, csoki, meg uborka. Fű, hallod. Most adott a kutyának is? Sütit? Ez nem túl jó a kutyának. Mondjuk lesz itt még olyan dolog, amit adott a kutyának, és nem feltétlen jó. Ez még lehet, hogy a jobbik hópocska. Meg volt műtve. Gondolom itt vágták föl, vagy valami, mert a gerincével volt probléma, és ennyire nőtt vissza egyenőre a szőre. Ja, meg kellett műteni csóró hópot. És addig amúgy... szünetet kért a Herbie. Nagyon sok dologról lemaradtatok amúgy. Hol kérte ezt a szünetet? Vagy az még fenn van az a videó? Az a baj, mindig letölti, szóval, vagy letörli őket. Ez volt a hoppal. Most jöhetnék azzal, hogy egy ideig nem lesz videó, meg ilyenek, de hát ez hülyeség nálam. Én akkor se bírnám ki, ha a saját temetésem lenne. Saját temetésén is videózna. Ez a legfontosabb. Az van, hogy úgy voltam vele, hogy Hope az a ti kutyátok is. Hát küldtek már neki egy csomó mindent. Sokan a Hope fürdetése videó miatt találtak rám. Sokat köszönhetünk azoknak, akik a Hope-ot szeretik, értsed úgy, pénzügyileg is. Na most ugye voltak előjelei, hogy a jobb hátsó lábára, akkor először megláttam, az nagyon rég volt, de idén. És anyám azzal nyugtatott, hogy hát nem... Még több pénz, hát nem tudok beszélni a sok pénztől, vagy a Herbie-t nem hagyjuk beszélni, mondjuk ez nem baj. Kösz szépen Goblin Granny, neked is a szabad. Na jó, kibannolom, hogy ne bántsátok többet, jó? Így legalább megúszza. Ez még a legjobb lehetőség, ahelyett, hogy írtok neki már. Így már látja. Na, Galaxy küldött! Az igen, Galaxy, kösz szépen! Kösz az 5-öt! 5 subgift! Köszönjük szépen, Galaxy! Te gondolom nem a producer Galaxy vagy amúgy. Ha mégis ő az, akkor... God did, man! Let him cook! Te vagy az, tényleg? Holy shit! Tessék még több pénzt, még több pénz, kösz! Na jó, most már ne küldjetek több pénzt, okés? Toljuk tovább a videót. És anyám azzal nyugtatott, hogy hát mindig azon az oldalán fekszik, hogy elzsibbad. Sokat fekszik, utána kicsi csantika, és utána már jobb. És ez így is volt. Aztán oké, nagyobb séták, kocsiba beugrás már nem megy, mert a segge kint marad, és akkor be kell tolni. Ágyról leugrás, az sokáig így nézelődik, és tudjátok, én mindig felraktam most már mindenhova, meg levettem mindenhonnan, meg ágyban evett, ágyban ivott. Mondom, biztos öregszik, meg tacskó típusú találkozások. Ugye Sárinak volt már olyan, hogy... Get Wi-Fi anywhere you go! Itt már valaki szólt neki, hogy van pénzed, vagy ez mi volt? Oda jött a csöves megint? Ugye Sárinak volt már olyan, hogy... Tessé? Ó, az jó. Szóval Sári egyszer csak nem lebénult.
Mi? És elvitték anyámék a állatorvoshoz, hogy mert annak van röntgenje. Random NPC encounter. Ezeket amúgy nagyon imádom. Keletiben odajött hozzánk egy csövás, és elkezdte mesélni az egész élettörténetét, meg hogy az ő gyerekei hova járnak iskolába, meg ilyenek. Öregszik, bazd meg, 8 éves kistestű kutyára azt mondja, az hol öreg? Hát amúgy a 8 éves az már amúgy tényleg öregszik, de hát azért a 10 évet kibírnak általában. Milyen méretű a kutya? Hope. Herbie egyenlő rossz. Herbie egyenlő rossz. Hát igen, nem olyan jó. Nem a legjobb ember. De hát el van túlozva a fikció szórakoztatás kedvéért a leírásban van. A leírásban van, mindig ezt szoktam mondani, hogy a leírásban van, de nincs a leírásban semmi amúgy. Mert nem is rakta oda, csak olyan hülye, arra referál, amit régen odaírt, de már nincs ott, és mondja, hogy a leírásban írva, hogy a fikció, izé, el van túlozva, És hogy izé, meszesedés típusú, az a tipikus tacskó betegség, hogy hosszú a szar a gerincük. És hát hobban is van bőven tacskó, bárki tippel egy pár fajtát, mi van benne, a tacskó mindig szóba jön. És lehet, hogy ez most megtörtént, mert a hátsó fele úgy nincs. Tudja mozgatni, csak ráállni nem. Tegnap történt Hévízen. Ott már én hurcoláztam, most én hoztam ki ide, mert megmutatom a videót. Mi történt éjszaka? Na nézzük, mi történt. Aha. Hopp. Előbb kivittelek. Nem tudsz kimenni? Vajon válaszolni fog? Nem válaszolt a Hope. Na, gázból így is kaptam vissza 19 000 valamennyit. Hogy tudjátok, hogy 2 hétig úgy maradt mind a 2 konvektor hármason. Ez kemény, igen. Csak nem gyulladt fel a ház. Igen. Ez úgy, hogy használtam a gázt, mint állat, szóval a fűtésre, és akkor kaptam mindig vissza tőlük 45-öt, mert náluk nagyobb az általányom, mint amennyit fogyasztok. A lényeg, hogy sümegen ilyen nagyon falusi az állatorvos, mármint úgy ért, hogy 4-től 6-ig van hétköznap, hétvégén nincs, fogalmam sincs, milyen eszközeik vannak. Anyámék már bejáratosak ebbe a tacskó gerinc témába. Nagyon falusi az állatorvos. Ez a videó az el is lett küldve amúgy a sümegi állatorvosnak. De nem foglalkozik vele. Úgy van vele ő is, hogy inkább leszarja, mert látja a Hörbin, hogy kicsit, hát igen. Adanka 23 mondja, no offense, de ha Hope meghal, akkor Hörbi még jobban fog inni, aztán mi lesz? Amúgy tényleg, hogyha Hope meghal, akkor a Hörbi az nagyon, nagyon magányos lesz. De nem baj, majd megy a random nőkhöz, az izén szingli anyukákat becélozza magának. Hope-pal, mint hogy Anikót ugrasztani ilyen nagyobb városokba, hisz Anikó is dolgozik. Hát igen, valakinek azt is kell. Most mindig menni kezd helyre, vagy ahol múltkor voltunk, Balatonfüledre. Anikó az mégse rokon, mi köze van hozzá. Elég az, hogy ilyenkor neki kell etetni a fürjeket, ugye? Megtakarítani. Most hívtam anyámékat, 2-re tudnak, Laci 2-re tud értem jönni. Onnan egyből pápai állatorvos. Neki van röggenje, mindene. Ő mondjuk egy pesti műtős fickót ajánlott nekik a Sárinak, hogy az nagyon profi, ilyen idegsebész, hogy tudom én, hogy hívják ezt, hogy kinyitja a gerincénél, ott kitakarítja, meg javítja, meg minden. Nekem nagyon hosszú éjszakám volt, Hopocska jól van lelkileg, hisz kutyusz, de én már megzuhanok. Nem tudom így, hogy van a pisik, aki anyámék azt mondták, hogy Sárit kivitték a fűbe, behozták, szóval ilyenkor hurcolászás volt, sőt, még műtét után is sokkal. Megjavítja a kutyát. Oké, csak hát ez 1 kiló. Nem is értem, nem is figyeltem. Nem ettem azóta, csak hurcolászom a Hévízen, és hoztam, most is fogom sokat. Mostanában van egy fiatal ember, aki nagyon rám szállt. Na, ki lehet az? Felbújtó szerepet tölt be az életünkbe. Erre bizonyíték is az, hogy például ide felfestették a videós nevét, mi ez az aszfaltra, az útra, hogyha kijövök egyből, azt lássam. Igen, valaki el is küldte nekem Instagramon. El is küldték nekem Instagramon, ember. Meg kell keresnem azt a videót, várjam. Itt van a bizonyíték, ugyebár. Mutatom, mi történt. Ott figyeld. Beküldték a videót, hogy ott vannak a Hörbi házánál. És itt a következő. Ott van, hogy Manin. Belekarcolták. Nem oda festették, belekarcolták egy kavicssal, hogy Manin.
És még mondtam is, hogy remélem nem fog esni az eső, és látni fogja, mert ha esik az eső, akkor ez onnan eltűnik egyből. Nem, ez nem kréta, ezt egy kavicssal csinálta. Szerintem ezt egy kavicssal csinálta, egy ilyen fehér színű kavicssal. Nem hiszem, hogy ez kréta. Ez azért, szerintem ez nem kréta. És ezért én vagyok a felbújtó, holott én amúgy nem is mondtam ezt egyáltalán senkinek, hogy ezt csinálja, de mégis csinálta. Nem voltam felbújtó amúgy, nem tudtam erről, de nem baj, nézzük tovább a videót, figyelj. Csak mondom, hogy ebben is hazudott, mert nem festékkel mindig. Érdekes módon nem mutatja meg a bizonyítékokat, mert akkor már kiderülne, hogy hát megint hazudott. De hát ezen azért rajta kapni a Herbit nem olyan nehéz. Plakátoltak ki vele kapcsolatban, meg mit tudom én. Plakátolt? Mit? Ezt nem is értem. Kijövök egyből, azt lássam. Plakátoltak ki vele kapcsolatban, meg mit tudom én. Mi? De sümegen plakátolt valaki rólam, vagy a Herbiről? Vagy ezt nem is értem, hogy itt mire gondolt. What a dog doing? Amit nektek sosem mondtam, sőt csak... Mert nem igaz! Vikinek. Szóval még így a barátaimnak se, hogy most erről tudott volna Vica, vagy Taxis Balázs, vagy Puppetri. Csak a Vikinek. De miről volt ez? Mondom, annak olyan erős az idegrendszere, pont gyereket nevel. Neki öntöttem ki mindig magamból mindent. Na most ennek a felbújtásos történetnek már ott tartunk, hogy tegnap engem hívott egy nő, valami állatvédelmi lófaszból, hogy én fellettem jelentve állatkínzásért, hogy rossz sorsuk van a fűrieknek. És vajon kimentek megvizsgálni? De ja, fel lett jelentve azért, már a fűriek azok nincsenek jól kezelve. Ez konkrétan így, ott pont arra sétáltunk a hoppal, ott googoltam le a templomnál, mert mondom, vissza kell fognom magam, hogy most már ez már több a soknál, mert ha ide rendelnek egy fél kamion bibliát, akkor az ember így... De ez már nem vicces, hogy pont engem állatkínzásért. Én, aki imádom az állatokat, ez állatkínzásért. Aztán amúgy van a birkás videó is, az is tök vicces, várjál, Herbie birka. Ott van répa. Na most, erre mi szükség volt? Erre mi szükség volt? Ennyire megijedt egy kibaszott báránytól a nagy, nagy alkesz. Egy dezodorral lefújja a csóró bárányt, bazd meg. Ennyire megijedt tőle? Bezzeg a Minecraftba úgy lecsapkodná őket, mint a szar. Ennyi esze van. Ennyire félt tőle. Ez biztos jót tesz az állatnak amúgy. De ő állatkínzas. Ez nem ő. Ez egy megvágott videó, biztos. Mi a fasz? Birodai zét. Be. Streetet. Eternitev mondja, kiragadott pillanat. Kiragadott, já, kivágott pillanat, igen. Kontextusából kivágtuk. Hát azt nem hiszem el, az meg. Azt mondja, lerázom. Nem hiszem el. Na, már megint megijedt tőle, azt láttam egyből. Így mely alulvonás, Edi mondja. Elv, kimentek ellenőrizni a fűrieket. A papírra azóta úgy tekint, mint mások a diplomájukra. Igen? Nekik kötelességük ilyenkor kimenni. És hétfőn jönnek. Na most nekem el kell menni a kutya miatt. És akkor bármi lesz, vagy a műtét később, akármi lesz, hópot nem fogjuk visszamozgatni. Nekem hétfőn haza kell jönnöm, aztán vissza hóphoz. Ami neki nagyon rossz, ha már engem nem néztek, vagy nem nézel, kedves úriember, fiatal ember. Én? Hogy csak azt szeretném kérni, hogy amíg hóp nem jön rendbe, én ezt a hétfőt már, most már nem kell telefonálgatni, vagy akármit mondani a trolloknak. Nem azt mondom, hogy ő volt, de elég nagy felbújtó. Te anonimon mondja, bárány sem értette, mi történt ott. Hát szerintem nem. Ő neki lehet, hogy több esze van. Szerep a trolloknak. Nem azt mondom, hogy ő volt, de elég nagy felbújtó szerepkörbe lépett most. De nem léptem felbújtó szerepkörbe, mert nem mondtam senkinek semmit. Nem én bújtottam föl. Nem én mondtam azt, hogy föl kell jelenteni őt a fűrjök miatt. Szóval... És nem is én jelentettem fel a fűrjök miatt, én nem szóltam senkinek, hogy a fűrjök rossz körülmények között vannak tartva. Nem is mondtam ezt, hogy rossz körülmények között vannak tartva. Szerintem egyszer sem, amúgy. Ezt még a sümegeik is ideírják a nevét, szóval ezt nem tudod letagadni, hogy felbújtó vagy sok mindenben. Hát ezt nem. Hogy amíg hóp nem lesz jobban, addig állj le egy kicsit. Utána folytathatod, mert én leszarom, de hóppal ne szarakodjunk, jó? Hát ez nem... Jó megmondta.
Hope-ot azért ne. Hope-ot ne. De itt is amúgy úgy adja elő az egészet, mint hogyha én lennék a legszarabb ember, és meg akarnám ölni a kutyáját, hogy na, azért én leszarom, de na, de Hope-ot azért ne. Azért most már Hope. És úgy mondja, tényleg az a baj, hogy vannak dolgok, amikkel az ilyen nagyon buta, felszínesen gondolkodó embereket meg lehet ragadni. És hogyha úgy adja elő az egészet, hogy ők vele érezzenek empátiát, akkor én antipatikus leszek nekik. Mert nekem így állít be, ilyen kontextusban mondja azt, hogy én mit csinálok, vagy mit nem csinálok, és elhiszik az emberek. És ez a baj, hogyha megüti az embereknek az inger küszöbét, az a szar, amit mond, onnantól kezdve én leszek a szar azoknak az embereknek a szemében. És ez így épül fölfelé. Most egy ideig lemaradtam, mert úgy voltam vele, hogy nem foglalkozok vele. És nem azért megkérte, hanem azért, mert látom rajta, hogy nyomorult, vágod? Egyszerűen az élete legrosszabb éveit éli szerintem. Az egyetlen jó dolog az életében az az, hogy ott van még ez a csóró kutya, és van egy lakása, amit az anyukájától kapott. Amúgy családi ház. Ez a kettő dolog van az életében, ami stabil, semmi más nem. Nem tudom. Én nem akarom bántani őt, nem érdekel, csak az a baj, hogyha ő más embereket bánt, meg olyan úgy szektásítja az embereket maga körül, mint hogyha muszáj lenne, az engem nagyon fel tud baszni. És ezek a dolgok, hogy nem tudunk jól bánni az állatokkal, meg ilyen pedofil poénokat tolunk. Tényleg amúgy azt a videót is letöltöttem? Nagyár. Azt mondja Pinagyár. Mindjárt menjünk a jelenbe. De most kettőkor elmegyek, hoppa. Döbrönten, úgyse fogom kibírni, akármilyen szomorú lesz a helyzet, én ott videózgatni fogom. Harstuck Silver Frankfurt mondja, az a szerencse, hogy régen volt pénze kamarokra, ilyen fasza autókra, de amennyi esze van, őt is állatorvoshoz kellene vinni. De hogy volt pénze autókra, az nem az ő autója volt, ember, azt te elhiszed? Az a Mustang, az nem az övé volt. Kell nekem megmozdulni ide-oda, amoda, mert nem fogok. Most ezt a hétfőt még letudom. Ide jövök, jön az a főorvos út, bejön, látja, hogy minden patika, meg tök jól vannak tartva mindenki. Aztán elmegy, csak kötelező volt, oké, jó, megszivattatok mindenkit, én visszamegyek Döbröntére, de aztán egy kis időt kérek, jó? Aztán lehet tovább szemétkedni. De Hope-ér szerintem a fél ország kirántja a kaszát a zsebébű. Igen, a Hope-ot a fél ország kedveli. Úgyhogy mondják, ezt lehet, hogy nem így. A Hope-pal azért ne szarakodjunk, semmi rosszat nem tett, és most szüksége van rám. Ennyi. Igen, most tényleg úgy kell beadni ezt az egészet, mint hogyha Hope-pal lenne problémám amúgy. Ja, lényeg. Jó? Jó. Jó, remélem. Na, sziasztok. Cső. Küldjétek az energiát. Küldöm az energiát. Megy a klíma. Küldöm az energiát. De amúgy azt szeretné, szerintem, hogy foglalkozzunk vele mégis. Mégis azt szeretné nagyon, mivel felvettem Maninos pólót nemrég, szóval én itt vagyok. Itt vagyok. Készen állok, hogy megnézzem ezeket a csodás videókat. Ebből a 45 percből nem fogok mindent megnézni szerintem, de nézzük. Kicsit kombózom a Hope-ra, vigyázok szakterületet. Az igen, egyszerre három játék? Vagy egy film, meg egy kettő játék? Aha, igen. Szilva pálink. Ja, meg közben Telon Messenger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dolgot csinál egyszerre. És ebből egyik sem a gondos állattartás. Gyere ki, mert ott ilyen fémizék is vannak. Lehet, hogy kéne nyírni a füvet, nem? Szóba került itt már a gyulladás is. Gyulladás. Na, adj neki rá egy... Aha, egy kis gyógyszer jó lesz. Nurofen Junior. Nurofen Junior, az... Szerintem az gyerekeknek való gyógyszer, nem kutyáknak való amúgy. Mert a doboza sosincs meg semminek, én nem tudom meddig jön. Jó, az úgy is, hogy romlott. Amúgy is olyan finom lenne, nem tudom megeszi. Kis gyúlat már szedtem tényleg a fájdalom cillapító. Azaz. Nem? Nem eszi meg? Húsba dugni ezt a narancsos. Aha, az orvos milgammát írt föl, csak nem volt már pénze arra, és akkor inkább embergyógyszert adott neki? Hát az nem hiszem, hogy jó. Jó lesz az eredménye. Szirupot mondani. Adamkra 23 mondja, és csodálkozik, ha feljelentik az állatvédőknek lejárt emberi gyógyszert adni egy beteg kutyának.
Hát figyelj, lejárt gyógyszert adjuk neki, nem lesz baja, nem lesz baja, tuti. Oda fogja adni neki. Jól van. Megnézzük, ha elkezd mászkálni, mint pupilla fájdalomcsillapító szirupjától, amit ott hagytunk a pupetrinél típusú. Akkor néha menjen egy kis gyulladás csökkentő, és amíg nem jutunk el orvoshoz. Intro! 5 perc után jött egy intro. Csak úgy random. Na mondtam én tegnap a live-ba, Turi Tamás. Aha. Tegnap nem a főnök volt, hanem az apukája, az nem tudja mi hol van. Humán gyógyszer adható kutya számára fájdalomcsillapításra. Abban az összes állatorvos egyetért, hogy semmiképp nem ajánlott emberi használatra kifejlesztett gyógyszert adni a kutyának, mert nagyon komoly következményei lehetnek, akár a kutya élete is veszélybe kerülhet. A humán célra szánt fájdalomcsillapítók mindegyike annyi hatóanyagot tartalmaz, ami egy átlagos, felnőtt testsúlyához igazodik, ami jelen pillanatban 70-től 90 kg. Hát a hóp az nem 70 kg, ebben biztos vagyok. Az emberhez képest egy kutya jóval könnyebb és kisebb is, következtetésképpen a humán célra gyártott fájdalomcsillapítókban található hatóanyag töredéke is súlyos gyógyszermérgezést okozhat a kutyának. Juniort adott neki, de más gyógyszert is adott már neki amúgy, mert nézzük ezt, jó? Folytassuk, szerintem. Még roncs. Ha mindjárt küldök egyébként képet. Pont most néztem a videódat, a Fiben Filót. Elég elgondolkodható volt, meg érdekes. Jaj, kivel beszél? Viccával? Elgondolkodható volt a videója. Ajaj. A kommenteket is nézem. Nem vettem komolyan, hogy Nura fent adtál a kutyának. Tudom, hogy szórakoztatás céljából lett eltúlozva. Az ibuprofen eléggé káros lehet a kutyusok szervezetére. Annyira szereted hópot, kérlek tájékozódj, mielőtt ilyen bőszmességeket csinálsz, pacsi. Nagyon tetszett, én meg ezt szeretem benne. Szerintem akkor, hogy a legőszintébb és a... Nem érdekel az, hogy a vicca hogy nyalja a seggét, sajnos. Algopirint összetörtem, porrá, tudom, ezerszer mondtam, de mindig vannak új nézők, mert a trollok ide hívják őket, és az jó nekem. És pálinkával összekevertem. Szóval olyan jó kis pépes trutyit felszívtam egy fecskendővel, nem volt rajta tű. Kinyitottam a száját, benyomtam leghátulra, mely torok, az kész. Nyerd le. Pálinkát és algopirint adott a kutyának. Ez egy régi sztori, azt írták, de ha már ilyet csinált a kutyával, az nem túl jó. Na, nézzük tovább. Reggel, délbe, este. Gyurma 201 mondja, ezeket ki kell klippelni, és ezekkel kell feljelenteni. Kus, kifogom, jó, kikapcsolom a TTS-t. Nem érdekel, kikapcsolom a TTS-t, too much. Egyszerűen nem tudok figyelni, bazd meg. Este a Parizer volt a kedvence, hát lehet a Virsli lett volna a kedvence, csak hát a hajdusámson időszakok azok nagyon csóróságosak voltak nálam, ugye, mert agorafóbia otthon, meg nem volt még internet, hogy megélj az interneten valamiből, hogy mit tudom én, képeket színezel ki. Minden este raktam le mellé pár szelet Parizert, de az minden reggel ugyanott volt, meg ott volt egész nap, és mindig megromlott, bebarnult így, bekunkorodott, azt inkább kidobtam, mert ma szálltak rá, ha legyek. És hogy adtam neki ezt a fecskendős dolgot, másnap reggel nem volt ott a Parizer. A pálinkától megjött az étvágya, meg az algopirinttől, gondolom. Lehet, hogy marta gyomrát, és úgy volt vele a kutya, hogy muszáj ennie valamit, hogyha nem akar megdögleni. Lehet, hogy ezért ette meg. Aznap, szóval másnap, amikor a Parizer elfogyott, közben már felállt, és mint egy részeg elkezdett menni, neki ment a szekrény, neki ilyesmi. Le volt gyengülve, szóval nem bebaszott a pálinkát, tehát az kialudta. De reggel úgy ébredt, hogy érna. Ez nagyon jól hangzik. És így mentek ezek a kúrák. És utána még 8 évig élt. Csá. Hoppá, 8 évig élt utána még a kutya. Menjünk algopirinér. És a hópnak is ugyanezt fogja csinálni. Hiányzol már. Tudod? Gyere már, hopp! Én már itt vagyok a sarkon. Badum, badum. Mindjárt jövök, jó? Amúgy akad egy-két dislike rajta, de nem gáz szerintem. Teljesen jó az arány amúgy. Mit szólnál ehhez az örömérzethez? Képzelem azt a 49 embert, akinek tetszett a videó. Elképzelem őket, azok így... Azok ilyenek lehetnek, hogy... Dick! Kettő agy se együk van. Piros kenyér. Nem vettem. Ott az algopirin!
Egy egészet. Mehet bele egy egész, igen. A zsíros kenyérbe az algopirin. Előbb kezdjük azzal, ami nem a gyógyszeres. Zsíros kenyér. Nagyon drága. Nyerd le, nehogy rágjad, nyeljed. Már bezavarlak. Következő. Teszék. Jó van, bezavartam, lenyelte. Olyan, de okos vagy. Na végre. Szegény. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Szóval ennyi. Ez 2405. Orbán. Mondtam már, hogy szeretlek a jó büdös kurva anyádat, hogy nem patott neked. Ez is az Orbán hibája. Azt hittem már trollok ez is. Csóró, man! Csóró, nézd rá! Most a Handrás ott lenne. Szóval, ja, de lesz róla videó, ugye? Ez a helyzet, hogy a kezembe vettem az irányítást gyógyászatilag, állatügyileg. Na ez a probléma szerintem. Zsíros kenyérrel beadtam a Hope-nak a teljes algopirint, és alkoholt is akarok neki adni majd, mert... Hát ez geci, nem hiszem el, bazd meg! Ezt nem hiszem el, geci! Hogy lehet? Nekem fáj, hogy ennyi esze van valakinek, ezt nem tudom elhinni, bazd meg! Ki akar nyírni azt a szerencsétlen kutyát? Ennyi eszed van, Hörbi! Nézd már utána, hogy ez... Ó, bazd meg, tényleg. Vágod, vannak emberek, akik már attól félnek, hogyha véletlen a kutya, megeszik a földre egy leesett csoki darabot, hogy nem lesz baja a kutyának a csokitól. Ez a tag, meg pálinkát akar adni a kutyának, meg algopirint, meg nurofent, meg minden szart ad a kutyának, hogy hát, ha jobban lesz tőle. Mi a gecimet gondol ilyenkor? A népgyógyászat, igen, népgyógyászat. Az alkohol mindenre jó. Nem hiszem el, hogy tényleg itt tartunk, hogy ennyi az össze, hogy az alkohol, az gyógyszer, ögyögyö. Az algopirin plusz alkohollal fogom kezelni. Az algopirinre konkrétan rá van írva egy tilos mellé alkoholt fogyasztani. Mindahogy minden kibaszott gyógyszerre rá van írva, nem véletlenül. És ez embereknek van, ez a gyógyszer. Tehát még az embereknek is káros lehet, hogyha az algopirinra iszol. Az még az embereknek is káros lehet. De hogyha még kutyának adod, hát bazd meg, nem tudom. Fronyót nem akar adni neki? Nem, mert már elég nyugodt. Speedet kéne adni a kutyának szerintem. Attól biztos jobban lenne. Jó kis amfetamin paszta. Az kell neki. Fú, geci, felelősségteljes állattartás, az biztos, bazd meg. Ugye pálinkám nincs, mert megittam. Jaj, nem. Meglepő. Mi történik, hogyha az alkoholt a kutyának adod? Soha ne adjon alkoholt az állatoknak, az alkohol mérgező kedvenceink számára és súlyos egészségügyi következményekkel járhat. Mi van az alkoholban a kutyák számára és mit kell tenni, ha szőrös barátunk véletlenül lenyeli az alkoholt, vagy hogyha mondjuk esetleg adunk neki, direkt. Ha a kutyája alkoholt fogyaszt, lehetséges, hogy kénytelen lesz állatorvoshoz menni. A szervezet nincs felkészülve az alkohol felszívására, és ez nagyon veszélyes lehet. Fagyáló szermérgezés esetén, hogyha nem tudunk azonnal állatorvoshoz menni, otthon alkoholt kell itatni a kutyával. Általában pálinkát vagy vodkát szoktunk javasolni. De ez akkor van, hogyha fagyálót ivott a kutya. Az teljesen más. Mert gondolom a kettő kiüti egymást, vagy valami. Ezt értem. Ez egy teljesen másik szituáció, mert a Hope nem fagyálót ivott, hanem a gerincével van probléma. Szóval ez, amit küldtél, az oké, hogy itt azt javasolják, hogy pálinkát itass a kutyával, ha fagyálót ivott. A fagyáló az szerintem hárommal rosszabb a kutyának, mint mondjuk a pálinka. Lehet, hogy ott akkor segít a pálinka, nem tudom igazából, nem értek ehhez, nem vagyok állatorvos. De abban biztos vagyok, hogy az algopirint alkohollal nem kéne az állatnak adni, és meg hát embernek se. Van még itt amúgy. Meg Batman mióta mondogatja, hogy hívjuk meg a Rozinát fürdőzni, mert azt úgy akarja látni. Ez már le van. A moderátor, a Batman, már nagyon régóta mondja azt, hogy a Rozinát szeretné látni fürdőruhában. A Rozina, az jelenleg azt hiszem, hogy kb. 13 éves lehet, de hát a moderátor azt szeretné látni fürdőruhában. Nézzük, itt a válasz, nézzük, figyelj. Meg Batman mióta mondogatja, hogy hívjuk meg a Rozinát fürdőzni, mert azt úgy akarja látni videóban. Azon nem újjon. Még a lovat is hozok a medencét. Azon nem újjon. Hát lassan már mindenkinek meg kéne mutatnom a Hope-ot. Meg a Rozinát, ugye? Azon nem újjon, hogyha pedofil valaki, mutassuk meg neki! Istenem, geci!
És nem érzi ezt tényleg undorítónak egy kicsit se? Nem tudja elképzelni, hogy ez milyen lehet, érted? Hogy valakinek a gyerekét így... Nem tudom. Ha neki lenne egy gyere... Az, hogy nem tudja elképzelni, hogy nincsen gyereke, de hogyha... De Hope-od azt úgyis a gyerekének gondolja. Most, hogyha az egyik haverod azt mondaná, hogy fotózd már le a Hope-nak a faszát, mert ő úgy szeretné látni. Megcsinálnád? Az úgy jó lenne? Az úgy okés, nem? Az teljesen okés lenne. Azon nem újjon, mondani, azon nem újjon, és lefotózná. Elküldené. Bókolás a lányoknak, hogyha megnézed őket, meg ilyenek. Igen, az bókolás. Teljesen. Az is bókolás, hogyha levideózod a CBA-ban valakinek a seggét. Az is teljesen okés, és ugye az se történt meg. Kár, hogy arról is le van mentve a videó. Felvettem? Hú, de imádom a vékony lábakat, combokat. Felvettem? Láttad? Láttad? Vagy így fel tudtam venni közelről, de miért GoPro-val voltam így, de legalább látha bennem. Na ez a zsánerem, mikor mesélem nektek, hogy szétrobban a faszom, amikor átlátsz a nő alatt. Nem ér össze a combja. Hát... hát tudod, ez a Fortnite alkad, te még annál... El tudom képzelni, hogy beírja X-videózra egy Fortnite hentai, geci, vagy Fortnite sex. Fortnite karakterekre akarja verni a faszát az 50 éves figura. De... menjetek anyámba, ez mi? Dolgozik, igen. Tegnap 10 videó volt plusz a live. 10 videó plusz a live. Sokat dolgozott vele, ugye felvette a videókat, néha megnyomta a pauz gombot, akkor már olyan, mintha meg lenne vágva. Yeah. Hello. Én azt a kezdve. Itt az a sztori, hogy a nő fogta magát, a nő, akit kitiltott a Herbie a Facebook csoportból, az lement hozzá sümegre, geci. És azt mondta neki, hogy szia, én az a Nokedli vagyok, akit kitöröltél a csoportodból. Vagy kitiltottál a csoportodból. Elég durva. Figyeljetek, figyeljetek. Hallgassátok. Én azt a kezdve vagyok, amit kitöröltem, mint a csoportból. Igen. Élünk? Nem, videó. Videóban élünk, jó. Igen. Ők már összebarátkoztak. Kapunk keresztül, lehet, max idegesíteni lehet, Hope-ot kapunk keresztül. Nem. De. Nem. De! Bocsánat, kidugta az orrát, elnézést. Miben segíthetek? Ezt nézni kell tovább, geci. Ez fönn van még, itt lesz. Igen. Ők már összebarátkoztak. Kapunk keresztül, max idegesíteni lehet, Hope-ot kapunk keresztül. Nem. De. Nem. De! Bocsánat. Kidugta az orrát. Elnézést. Miben segíthetek? De szarok azt meg. Ha még itt leszel, akkor a rendőröket hívom. Hoppá! Ne, még egy nővel sem tud elbánni. Hát, ez mekkora L. Így, ilyenkor már rendőrök, jaj, rendőrök, egy járőrkocsit minimum, jaj! Egy járőrkocsit minimum, nem ment el, itt kopog, aha. Most már tényleg megöllek, de azt nem meri mondani az embernek. Bezzeg a 8 éves kisgyereknek, aki ott volt a lakás előtt, és kiabálni kellett rá, arra azért lehetett mondani, hogy megöllek, meg kés torokhoz kéz, de amikor ott van az ember szemtől szembe, egy felnőtt ember, egy nő ráadásul, annak már nem tudja mondani. Annak már nem mondja, hogy kés torokhoz kész. Pedig itt volt, azt mondta, legközelebb kés torokhoz kész. Itt a példa. Mehetett volna a kés torokhoz kész. És nem. Nem csinált a kés torokhoz kész. Nézzük tovább, nézzük. Mit mond még? Itt azért most nagyon nagy loop lesz szerintem. Oké. Okay. Kutyát ne basztassad. Kibannótál, ezért leutaztam. Atya úristen. Meg rollerrel akartam jönni. Nyugodtan is. Mit? Megbeszélni mit? Nem ismerlek. Vadidegen vagy. Aki lemegy máshoz. A kapujába. Egy bűnöző. Ez az. Ez már bűncselekmény, te buzi. Istenem, bazd meg. Menekül. Menekül a saját házából. Menekül a saját házából. Egy nő elől. Aki csak beszélgetni akart. Meg kéne beszélni, miért vagyok kibannóval. Ha ne hülye vagy azért. Hát ezzel bizonyítottad, hogy ide mászkálsz. De ezt miért nem ott mondja?
Most ezt miért úgy kell, hogy menekül közbe? Összebarátkoztak a hóppal. Az kulcsa be van zárva a hóp a kapuba, bazd meg. És ezek így mászkálnak az utcán. Beszarogget. És ez a te néződ. Ezt te nevelted ki. Hát nem véletlenül volt ott a csoportodba. Te rólad mintázta a saját személyiségét. Te mondod mindig, hogy szívesen várod az embereket, meg a csomagokat, meg kim van a lakcímed. Akkor ne csodálkozzunk már azon, hogy oda megy az ember, hogyha ki van rakva a lakcímed. Úgy van kirakva a lakcímed, mintha az állatkertbe lehetne menni, meg a Google Maps-en is fönn van, mintha valami sümegi látványosság lenne. Akkor hagyjuk már, hogy most ezen így ennyire ki vagyunk akadva, meg hogyha oda jön valaki, akkor el kell menekülni a házból. Nem baj, ezért most megint be fog baszni, aztán akkor jobb lesz. Bazd meg, fotelharcoshoz lemennek beszélgetni, aztán menekül és pofázik, úgyhogy ez illető nem is hallja. Hát igen. Ennyit tud sajnos. Kösz a Szabott DLS Hu, meg Marci az 50 bitet, kösz. A like arány meg a dislike az itt is nagyon jó amúgy, igen. Eci. És ilyenkor mindig, igen? Összeborátkoztuk a hoppal az én kutyám. Igen, miben segíthetek? És én ilyet szemekkel néz, hogy most mi a baj? Hogy mi? Hívjam be! Igen! Hú, ezt a sok bűnözőt, bazd meg. Ezt a sok mindenki. Le kéne az összeset csukni a gecibe. Kéretlenül, váratlanul, meghivatlanul odaállít másnak a otthonához. Igen. Megnézném, hogy ki a faszom nem baszna egy fejszét a kibaszott koponyájába az ilyen őrült. Hát te se csináltad, barátom, ez a probléma! Most is csak mondja, hogy belebasznám a koponyájába, így meg úgy, meg annyira megölném, meg így meg úgy. És utána meg így, hát elmegyünk. Elmegyünk otthonról, és már hívom a rendőrt, hogyha itt leszel ismét. Hát igen, ebben látszik, hogy pina van az agyad helyén, és csak pofázni tudsz. De azért idegeskedik még rajta egy 15 percen keresztül valószínűleg. Hát, nem egy. Megkérdeztem, hogy amúgy van olyan, ami kilóra van, hogy leméri, hogy turkálom. Azt mondja, nem, ez eleve úgy indult, hogy kilóra. Egyedi árazás, neki nincs is mérlege, amit ugye hitelesíteni kell, stb. Tudod, hogy jól mér. Ha már senkiben nem bíznak meg. Szóval olyan nincs. Akció szokott lenni, amikor felgyűlik valami, de hát a férfi póló szerintem nem ilyen lesz, mert ebből volt a legkevesebb. Tele van női cuccokkal. A nagy vállalkozó kilóra akarja venni a turiba a ruhát, de azért az iPhone 14-et megveszi magának. De azt nem magának vette, hanem a nézőknek, hogy legyen jobb videó. Szóval az befektetés. De ez mi volt megint? Na most semmi megy a lú. Sőt, ráadásul ki lett bannolva, mert nem nekem való emberi hozzáállással működik az agya. Erre ide jön, hogy beszéljük meg. Hát bassz meg, a faszért tartom a szegecses fadarabokat, húsángokat ott a villanypóznán. Hát ez egy kurva jó kérdés, mert most se használtad ők. Hóppal már összebarátkoztak. Nem. De most az előbb azt mondta, hogy nem is tudja, hogy ki az, most meg azt mondta, hogy nem úgy működik az agya. De hát akkor tudja, hogy ki az, hogyha tudja, hogy működik az agya. De. Hát az a nő, aki lement hozzá, nyilván idióta, én nem őt pártolom, én senkit nem pártolok, ez csak két idióta, akiket kinevetünk. Ebben senkinek nincs igaza amúgy. Baszd meg. És akkor ne igyak. Mindjárt mennem kell vissza vodka. És akkor ne igyak! Hiába húzott ki a netet, megtörténik személyesen a hülyeség. Képes úgy meg. Ez már ideje, hamarabb ér ide, mint pupilla, aki már lassan a rokonom. Donációt hoztunk Hope-nak, itt cigizek valahol. Igen, tudom, megértelek, én is utálom meglepit, sőt, fúj. Itt rinyált kapuban Hope csipkere. Letiltja. Hoppá. Average Herbie fan. Igen, amúgy ebből is látszik, hogy érdekes módon mindig mondja, hogy milyen agyhalottak az emberek, meg hogy nincsen agyuk. De hát bazd meg, ezek a te nézőid. Hát valahonnan csak eltanulták a sok hülyeséget, nem? Ebbe még nem gondolt bele, hogyha ekkora nagy rajongók, hogy lemennek hozzá Sümegre, akkor lehet, hogy ő miatta csinálják ezeket a dolgokat? Bruh. Ez levéltitok volt amúgy, igen. Most ezt megsértett a levéltitkot, igen. Mert ő is mindig mondja, hogy a levéltitok, az e-mailt azt mondod, az levéltitok. Amikor én mondtam, hogy kaptam egy e-mailt tőle, akkor már mondta, hogy levéltitok. Azt nem is mutattam meg amúgy. De most meg ugye leakelt az egész e-mailt, amit a csaj írt neki. Akkor ez nem levéltitok? Hogyha így gondolkodunk, az nem levéltitok akkor. Jó, de ez ki amúgy, milyen férfias. Majd amikor live-okban, mi ez a póló? Van róla videó. Van róla videó. Mindenről van videó. Pénz hozott Hope-nak. Hol a donáció? Hát az nem kellett a Herbie-nek. Ezzel kezdett volna, hogy pénz hozott, akkor már beengedte volna amúgy.
Azért nem kéne az összes te jól nagy suhanggal megünni Mónit. Ja, azért ütetja tejjel a kutyát, hogy fosson, mert nem tud kakilni a kutya, és hogy tejjel ütetja, akkor biztos fosni fog majd. Igen, lesz kaki. Orvos, lesz kaki, lesz. Állatorvos, szerelő, állattartó, filozófus, ő mihez nem ér. Mindenhez ért. Szétbaszom a fejét valami geci fejszével, az kész. Az vagy nem, az nem, az nem működik. Miért nem Amerikába lakunk? Miért nem ott? Lelőttem volna a gecibe. Nem ment be a területedre, vágod ott is. Ott ezért lecsukták volna szerintem, mert nem ment be a házába. De mindegy, biztos lelőttem volna, ha Amerikába lennénk. Bre! Bazd meg a kutyát, mert hát faszom tudja, hogy ilyen idegbe... Fel se bírna emelni egy normális fegyvert. Bre! Meg a halott, miket dobálna be? Nem egy hivatlan, ahogy egy idegen. Hát beszélsz ki. Megy a loop. Loop, loop, loop. Az a szamarka bűnöző. Macskos bűnöző, hölgyeje. A szamarag lesz. Megfürött! Mennyi volt? Kész! Lefürdött! De jó, én vagyok Herbie Rollere, igen. Nincs is rajta alsónadrág, lehet látni, hogy lötyög a fasza a rolleren. Geci! Meg más a Facebookon a neve, mint e-mailbe, geci. Lehet, hogy nem ugyanaz az ember küldte az e-mailt? Wow, mi lehetséges, csak nem. De hogy lehet valaki annyira beteg, hogy nem tud arról, hogy bűncselekmény lemenni váratlanul az idegenek házához, és a kapuban idegesíteni a kutyáját? Az bűncselekmény. Hogy lehet olyan hülye, hogy szerinte összebarátkoztak? Hope az volt, hogy már rohamot kapott attól, hogy a utcában lakó hülye fasz a kutyáját oda viszi mindig ugattatni a kapuban, mert azt hiszi vicces. Hát az most már kellett. Hopp, Marlin is van. Legrövidebb kameó. Ezeket már el kéne kapni, bazd meg. Ott mászkál köztetek. Igen, meg te is. Bárkihez lemegy. Most arra gondoltam... Bárkihez lemegy. Nem minden ember olyan idióta, hogy kiírja a lakcímét. Sokszor nem zárom a kaput, mert hát megoldom. Ezek simán lenyomják, megnyomják, benyitnak. Ez kérdés nélkül. Hallod, most kiderült, hogy nem volt letiltva a e-mailbe. Soha. Most már le van. Nem is az e-mailről volt szó, hanem Facebookról. Bármikor írhatott volna, hogy szerdán jó vagy neked délelőtt. Lett volna róla videó, hogy nem. Hányszor mondjam el, hogy nem. Faszkalap. Na, kikulmázok. Mi a faszom ez? Jaj. Ez visznek is rossz. Na már, ennyi volt a rózsaszín póló. Megérte. Megérte megvenni. Nagy de buzis volt. És amikor női ruhába öltözött, az nem volt buzis amúgy. Valaki úgy bekül. Ott is van! Hoppá! Azt nézzétek, hogy milyen. Ez nem volt buzis. 10/10. Itt van még egy. Ez nem volt buzis. Ez teljesen oké, és ez teljesen hetero. Full hetero, full hetero. Véletlen se viccből csinálta. Á, dehogy. Ezt is viccből csinálta. El vannak túlozva a kontentek. De hát, hogyha ezeket viccből csinálta, akkor... Nem, nem tudom. Tehát aki így ilyeneket csinál viccből, mert vicces, hogyha nőnek öltözünk, akkor nem tudom, miért buzizik folyton, hogy a buzik azok rosszak, és hogy úristen. Szóval ja, a rózsaszín póló az már sok. Én tudtam, hogy megakadunk, mert fajtáim vagytok, szeretlek. Bocsánat, nyomja tovább. De most miért cigányozod? Mi? Én mondtam ilyet. Most miért mondtad, hogy cigány? Én mondtam ilyet, hát visszatekerem, Mauni. De Sanyi, miért mondod azt, hogy cigányok vagyok? Nem Sanyi vagyok, hanem Dick. Robi? Béla! Miért mondtad ránk, hogy cigányok vagyunk? Most ne tereld már... Feketék vagyunk? Ne tereld már el a figyelmemet, hanem mutasd a zöld pólóját. Mit akarsz a pólójától? Mit akarsz? Szép vagy. Gyönyörű. Tetszel mindenkinek? Én. De te most pedofil vagy? Nem, hanem van szemem. Addig, amíg ki nem nyomom, te pedofil. Gerontofil vagy? Hallottuk, hogy már be gerontofil. Gerontofil vagy, hogy ide jössz és nem nyomsz el? Csodálkozom, hogy ilyen szavakat használ az öreg. Ez kemény. Amúgy volt még egy. Volt egy másik is, ahol cigányozott amúgy, mert itt a fajtáról beszélt az elején. Hú, lehet, hogy nem lesz meg.
Valaki el tudja küldeni? Ott is cigányozik kisgyerekeknek. Ott kisgyerekeknek cigányozik. Azt valakinek esetleg? Hát sziasztok emberek! Sosem gondoltam volna, hogy egy olyan videóban fogok szerepelni, amit 28,8 millióan fognak látni az interneten. Na jó. Ez rendesen csoda. Rengetegen küldtétek nekem, hogy egy mém oldal feltöltötte a videómat egy kis újravágással, és ekkora megtekintés sikerült elérjen. Itt is lenne a videó, 28,8 millió megtekintés, és 1,6 millió fucking like, mi a szar, és 118 ezer lementés. És még kreditet se kaptál, te idióta, örülsz annak, hogy lelopták a videódat, és nagyobb elérést szereztek vele, mint te. És ezek az emberek, akik ezt belájkolták, a büdös kurva életben nem fogják tudni, hogy te ki vagy, és tovább tekelnek. Lettem. Nem lettél az! Nem lettél az! Kreditet se kaptál! Nem lettél íres! Engedd el, haver! Ja, Istenem, nagyon jók ezek amúgy. TikTokos tegeléseimet lehet kéne nézni gépen. Bazd meg, nem találom, geci, letörölték. Nem baszol föl. Szerintetek az az ember, aki rám ír, hogy szia, Mizu, hogy vagy? Nem akarsz Minecraftozni? Lehet veled barátkozni? Az mit érez? Tényleg, mit érez? Értem én, hogy 9 évesek, vagy 10 évesek, vagy esetleg 12 maximum, de miért? Miért? Miért írsz rá egy idegen emberre az interneten? Hát soha többet nem fog videót posztolni Insta Story-ba. Ezt most elérte. Elérte, hogy soha többet ne rakja ki videót Insta Story-ba. Miért menti le valaki az Insta Story-mat és rakja ki TikTokra, geci? Ugyanezt tudom mondani. Miért? Geci! Nem találom! Letörölték. Jó, meg kell néznem, hogy lájkjaimnál van. Talán belájkoltam? Nem. De amúgy emlékszem, hogy belájkoltam, szóval fixen törölték azt a videót. Geci, nem ár! Tudja, a gyűlöletbeszéd miatt amúgy. Annyi volt benne, hogy chatrulettem, vagy mi a faszomon beszélt a Herbert, és lecigányozott kisgyerekeket. Nincs fönn. Ha valakinek megvan az a videó, küldj el! Itt vagyok a WC-n. És nem jön a kaka. Könyörgöm, valaki segítsen, mert... Ezt megnézte 60 ezer ember, geci. Quality content. Mert YouTube itt már semmit nem lehet. Ma volt egy tök jó videóm a pupillával, de nem lehet, hogy nyilvános legyen. Az lehetetlen. Mert hype-oljátok az olyan videósokat, akik szétszedik ezeket az embereket. Az tök ismertek. Híresek. Aztán nem lehet feltölteni már az ilyet, bazd meg. Mert mi volt? Mi volt benne? Miért nem merik feltölteni? Pupillával itten fűrjöket etetünk, meg megyünk az erdőbe, meg mit tudom én. Még tegnap is jött egy nézőtől egy üzenet. Szerepelt videómba, de egy mondatot kivágtak, és így játszották le, azt mindenki azt hiszi, hogy hülye. És ez ki volt? Azt nem mondja meg, hogy mi ez, mire gondol? És egy olyan ember vágta ki, megmutatta be nektek, aki full ismert, érted? Ez a mondj öt youtubert, aki nagyon híres, ez benne van. Hát akkor az nem én leszek szerintem. Kurva Isten, megbasszam. A Dancsó? Lehet, hogy a Dancsóra gondol? Szerintem a Dancsóra gondol. Lehet, hogy a Dancsónak a videójában benne volt valaki, aki a Herbit nézi? Vagy a Fókusz csoport Ádámra gondol? De hát abban az nem hiszem, hogy azért az ötbe benne lenne a Herbinek. Ő nem adja meg ezt a tiszteletet azért nekik. Mert már láttam azt a videót is, az is nagyon érdemes megnézni amúgy Fókusz csoport Ádámnak a videóját erről a szituációról. Ezt beküldöm chatre, jó? Érdemes végignéznetek, hogyha látni akartok még Herbie contentet, és esetleg az Ádámot nem nézitek, engem meg igen, akkor ajánlom mindenkinek, to be honest, mert én is minden videóját nézem szinte az Ádámnak. Mondjuk az új közös többszörös nem néztem meg, de jól van ez így, ezt szoktam nézni kurva sokszor, és nagyon jó amúgy, szóval ajánlom nektek. Itt van a videó linkje, timestamp nélkül küldöm, de nem csak Herbie-ről van szó benne, de megvan jelölve, hogy itt megvan jelölve, hogy Herbie nem szerette. 11 perctől, hát egy 10 perc, ja, 10 perces kis részlet. Szóval érdemes ezt a 10 percet megnézni legalább. Azt, hogy nem lett semmit. Meg milyen aranyos videó az.
hozott nekem paradicsompalántákat, meg megijedt a fürgyöktől, mikor betámadták az uborka miatt. Nem. A Joya ugatott, azért ijedt meg, mert a Joya megijedt a fürgyöktől. Ez ilyen kis pillanatok. Ez egy nem listázott videó, haveroknak két. Én már ott videózok, geci, a nem listázott világban a Messengeren. Ami nyilvános, az meg ilyen, főzök egy kávét. Mert ti támogatjátok a hülyéket, azzal, hogy rákattintotok. De én ezt nem értem, hogy ez miért az én hibám, hogy ő nem meri felrakni a videót. Tehát ha valamit mondott benne, amit nem kéne. Akkor ez lehet, hogy azt jelenti, hogy önkritikája van? Van önkritikája? Ez jelentené? Vajon? Nem hiszem. Belefér egy ilyen mini chat fasság a live-okba, szívesen. Mert én utálom amúgy. Mit? Hát nagyon megérte. Nyomtam majd 4,5 órás gameplayt, aztán live-oztunk a faluba, aztán most volt ilyen mini chat roulette live, szóval konkrétan a reggeli vlogok óta csak live-ozok, és 1 forint donate se jött. Ebből a videós azt tanulja, hogy akkor legközelebb is live-ozzak. Köszönjük szépen, ugye, Hope? 1 forint se jött neki. Senki nem donételt. Igen. Ő az az ember, aki mondta, hogy ő nem a pénzért csinálja, csak nagyon szereti a nézőket. Igen. Itt van, hogy mennyire szereti a nézőket. Az a baj, a nézők nem szeretik őt eléggé, és nem küldenek pénzt. Nem jönnek a donétek. Mi meg sajnálom. Miből tud így vodkát venni? Hát nem, már szomjas marad. Megsajnálom, Kajak, szomjas marad. Azt hittem legalább 5-10 ezer forint fog jönni, de nem. Nem jön. Úgy tudtam volna 5-10 ezer forintnak. Annyira bálom, hogy nem maradtam a lakodalomba. Maradtam volna a lakodalomba, bazd meg. Nem jön dorint, bazd meg. Faszom. Amúgy mostanában miért nincs ennyire jó trash content? Ez az igazi nagyon durva trash. Most már nincsenek ilyen trash live-os emberek annyira. Csak a Sodi, meg a Kafka, Merci, meg ilyenek. Meg... Hagyjuk is a többit. Molnár Krisztián az top shit volt amúgy. Dolin nem jön, bazd meg, semmi Dolin. Megcsinálták a rossz tévét, csak 80 ér anyáméknak. Ne! Ez a legjobb. Karcos lett. Karcos lett. Szerintem nem csak karcos lett. Kimegyek, pisilek. Aztán, amúgy utána lehet, hogy le is levem a streamet. Megpróbálom nem kiverni, úgyhogy még megy a stream, jó? Megpróbálom. Igyekszem. De nincs bekapcsolva League of Legends se, szóval fixen nem csinálnék semmi hülyeséget. Na, cső. Szia, Mani! Ha elfogyott a Mani, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljed be kicsit, hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe, tényleg őszintén mondom, hogy te vagy a fényem. Még nem éreztél ilyet, mert én sem élnem. Miattad van értelme, te vagy az élet. Miért nem születtem, nagyobb vagyunk egyetlen az élet írtve. Téged észterek, szépen be kell kérjelek. Kérlek, nem vagyok meleg, de félek, hogy nekem jó veled.